Jó reggelt és jó futást kívánok mindenkinek! Békés Csaba és Arad városok szeretettel köszönték a jubileumi 20. szupermaraton résztvevőit. Üdvözöljük az enyéni futókat, ettő és ötfős csapatokat, kerékpárosokat, görkorisokat és közöttük újra a 19. során többszörös győzteseket, akik újra rajthoz állnak. A világklasszis kétszeres győztes Bogár János, kétszeres győztes Tejt Péter, a sokszoros győztes Skoda és a Budapest Bank és a csabai dögös női csapatokat. Köszöntjük a Sepsi-Szentgyörgyből kezdetektől érkező három szép csapatait. Visszatérő csapatokat, kerékpárosokat, súlyokat, akik először vállalkoznak a 200 km-es távolság leküzdésére. Erre az ember próbáló küzdelemre több mint 1300 bátor sportember vállalkozott. Szurkoljunk a hősöknek, az úton is! Békés Csabán és Aradon a rajt és cél 300 méteres szakaszát a csapattagok együtt futják le. A hátóbusz a rajtól 100 méterre balra a József Attila utcából indul 4:10-kor. Békés Csabán és Aradon a város határi, minden versenyző csak a rendőr autó mögött haladhat. Kerékpárosok és görkorisok figyelem! Az útvonalon a kerékpárosok csak a felvezető autó mögött haladhatnak. Ez kerékpár túra. A kerékpárosok versenyzése tilos. A futók biztonságára pedig tessék figyelni. Kötelező pihenő helyszínei szombaton Mezőkovácsházán, közös start 13 órakor. Vasárnap Medgyesegyházán, közös start 14 órakor. A futóknak mindkét városban a városhatártól kezdődik a verseny. Kerékpáros és görkoris túra mindkét városban a városhatártól kezdődik. Sérülések ellátásában a mobil ambulancia áll rendelkezésre az útvonalon. Kedves vendégek, kedves futók, szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. Nem egészen 3-4 óra van a rajtig, a startig. Nagyjából a rendről a következő a bemondani, a felsorolni való. Láthat mindenki egy rajt szalagot, kerékpárral, görkorival, amivé sorakozzunk föl, hiszen a kerékpárosokat indítunk el elé. Majd a startkapunál, a rajtkapunál pedig a futók, illetve a csapatversenyzők helyezkednek el. Köszönöm szépen a figyelmet, mind a két napra szép időt, jó futást, jó sportolást, jó egészséget kívánok mindenkinek!